Szinte hajszál pontosan 2 hónappal a Parkside multimétere után, most az Aldi polcain találkozhatunk a Ferrex multiméterével. Árban fillérre ugyanannyi, nézzük hát meg, hogy melyik a jobb. A Parkside multiméterét korábban már szemügyre vételeztem, így most inkább a Ferrexre fordítok nagyobb hangsúlyt. Egy karton dobozkában kapjuk a multimétert, melyen magyarul is fel vannak tüntetve a fontosabb információk. Ez már bizalomgerjesztőbb, mint a blisteres csomagolás, de ez még nem jelent semmit. A dobozban elsőként a multiméter akad a kezünkbe, alatta a jótállási lap és a magyar nyelvű használati utasítás, ami szerintem kezdők számára is érthetően taglalja a műszer használatát. Egyen lejjebb találjuk a 9 voltos elemet és a mérővezetékeket, melyek nem profi minőségűek, de azért elfogadható. Kellően lágy, ellentétben a Parkside-dal, és itt még a levehető részei is levehetőek. A mérővezetékek ellenállása a Ferrex és a Parkside esetében is nagyjából azonos. A szétbontáshoz csavarhúzót nem mellékeltek, de szerintem ez nem is elvárás. A műszer egy kék, szigetelő gumipapucsban érkezik, ettől kicsit robosztusabbnak tűnik, és elméletileg még az áramütéstől is véd. De szerintem, ha ezzel valaki magas feszültséget mér, akkor nem ez a gumibugyi fogja megmenteni. A hátulján találunk egy felakasztási és egy letámasztási alkalmatosságot. Emellett itt tárolhatjuk a mérővezetékeket, amennyiben sikerül beleügyeskedni. Vagy akár beletűzve használhatjuk anélkül is, hogy letennénk a multimétert. De ez szerintem nem a legbiztonságosabb módja a használatának. Ha levetkőztetjük, egy tűrhetően megmunkált műanyagházba építették a multimétert, melynek hátulján a címke arról árulkodik, hogy ebben a hónapban gyártották, vagyis elméletileg pontosnak kell lennie. Alul 2 csavarral nyitható a hátlap, ide kerül az elem. A hátulján találunk még egy támasztó lábat, mely pont jó szögben támaszza alá a műszert, így a kijelző jól látható, hogy ha asztalon használjuk. Dedikált bekapcsoló gombunk van, ezt megnyomva már is megjelenik néhány szimbólum a 3,5 karakteres kijelzőn, ez egyébként az OL, vagyis Overload, tehát a túlcsordulás jelző. A monokróm háttérvilágítással nem rendelkező kijelző felett írja, hogy ez egy digitális multiméter, ha esetleg elfelejtettük volna. Viszont a kijelző valahogy kicsit csálén lett beépítve. Ugyanez a működés nem befolyásolja, de azért mégiscsak na. Elemkímélő funkció az automatikus kikapcsolás, melyet nem tudunk kikapcsolni. Ha a munka közepén járunk is, az idő lejártával a multiméter kikapcsol. A kijelző alatt a Hold gombot találjuk, mellyel kimerevíthetjük az aktuális értéket, viszont ezt nem jelzi semmilyen külön ikonnal, csak azt látjuk, hogy nem változik az érték. Középen pedig a tekerentyűt találjuk, amit, hogyha a gumipapucs nélkül használjuk, igen nehézkes egy kézzel eltekerni. Itt már jelentős eltérés van a Parkside és ez a multiméter között, hiszen itt manuálisan kell meghatározni a mérési tartományokat, még a másik esetében automatikusan történik. Itt a kidolgozás már nem lett olyan sikeres, szerintem kicsit nehézkesen látható az írás. Alul 4 csatlakozót találunk, melyek a közös, ettől jobbra a feszültségméréshez, balra pedig az ellenállás, az elemteszt és a kisáramerősség, illetve gondolom a szakadás és a dióda vizsgálat is ide tartozik. A szélén pedig a nagy áramerősségű, vagyis a 10 amperes csatlakozó. A műszer kialakításában eddig egyértelműen a Parkside a nyerő. Sokkal áttekinthetőbb, letisztultabb a kezelőfelülete és minőségibb hatást kelt. De szép köntöst bárki tud csinálni, nézzük a tudást. A leírás alapján a pontosságuk nagyjából egyforma. Elsőként az egyenfeszültségmérés. A Parkside esetében ez egy kattintás, hiszen automatikusan meghatározza a mérési tartományt, míg a Ferrexnél a 20 voltos állásban kezdek. Nem meglepő, hogy mindhárom műszer mást mutat, hisz ettől még lehet jó, ha a megadott eltéréseken belül mozog. Biztosan nem tökéletesen pontos a kontroll multiméterem sem, de úgy látom a Parkside átment, még a Ferrex elhasalt. Nem szeretnélek untatni benneteket minden egyes tartomány méregetésével, így készítettem egy Excel táblázatot, melybe bevittem a mért értékeket, és megvizsgáltam, hogy a megadott eltéréseken belül mozog-e. Itt látszik a Unity tévedésének mértéke is, mely kivétel nélkül kisebb a tesztelt műszerekénél, de ugyebár ez nem is ugyanaz az árkategória. Egyenfeszültség mérése esetén a Ferrex nem szerepel túl jól.
Még a váltakozó feszültség esetében a Parks egy szerepel rosszabbul. Ellenállás mérésére mindkettő alkalmas, és hozza az ígért pontosságot, mely fogjuk rá, hogy elfogadható. A használati útmutatóban viszont azt írja, hogy a műszer a mérővezetékek miatt 2 kilóm alatt csalhat. Így mérés előtt össze kell érinteni a mérővezetékeket, felírni az értéket, majd ezt a végeredményből kivonni. Hát ez remek megoldás, mondhatom, még az a szerencse, hogy ez az érték nulla. Áramerősség mérésére szintén alkalmas az ígértek szerint, viszont a Ferrex egy hajszállal ugyan, de ismét elhasal. A dióda vizsgálatra nincs megadva semmilyen érték. A piros LED világít, értéket viszont nem látunk. De ami még jobb, hogy a kéket is működésre bírja, még ha értéket ez esetben sem mutat, melyre ugyebár a Parkside nem volt képes. Értéket csak egy jó kis EI gyártmányú BY398-as diódával sikerült kicsalnom belőle, mely érték a Parkside esetében eltér, akár csak a Unity esetében. Kapunk folytonosságvizsgálót, mely a Parkside esetében nem volt túl gyors. Itt viszont alig pittyek. Tulajdonképpen használhatatlan. Mintha nem lenne vezetőképes a mérőtű. Ez azért egy elég nagy mínusz a Ferrex részéről. A Parkside multimétere fel volt vértezve egy négyszögjel generátorral. A Ferrex ez helyett egy elemtesztelőt kapott, ami szerintem hasznosabb funkció egy ilyen árkategóriában. Egy ellenálláson keresztül megterheli az elemet, majd a mért feszültségből következtethetünk az elem állapotára. Egy dolog még maradt. Lássuk a belsőségeket. A bemenetek olvadó biztosítékokkal vannak védve, és örömmel látom, hogy van állító potméter, így ha nagyon elpuskáztak volna valamit, beállíthatjuk a műszert. A bemenetek viszont szerintem nincsenek eléggé szétválasztva. Igaz, hogy 300 voltnál ugyan még nem ugrálnak a szikrák, de akkor is egy kis légrés azért elfért volna a vezetősávok között. És mivel úgy indultam neki a dolognak, hogy választanom kell melyik a jobb, annak ellenére, hogy a Ferrex ránézésre komolyabb, mégis aki ebben az árkategóriában választ, vélhetőleg azért veszi, hogy legyen egy multimétere, de nem ezzel akarja megkeresni a kenyérre valót. Így egyértelműen a Parkside a nyerő, hiszen áttekinthetőbb, könnyebb a használata, a pontosság pedig úgyis csak másodlagos szempont. Legjobb lenne fogni ennek a két műszernek a tulajdonságait, egybegyúrni, mert akkor kapnánk egyet, osz röndösset. De sajnos ezt nem lehet megtenni, így megköszönöm a figyelmet, ezek tudatában vegyétek vagy ne vegyétek ezeket a műszereket, de mindenképpen iratkozzatok a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!